Elindult Párizsba a 39 fős magyar paralimpiai csapat legnagyobb különítménye. A paralimpiai bizottság vezetője a Radarnak azt mondta, 68 aranyérmet vár sportolóitól. Újra piros, fehér, zöld mezben és melegítőkben pompázó sportolóktól volt népes a Liszt Ferenc nemzetközi reptér indulási csarnoka hétfő reggel. Az augusztus 28-án kezdődő paralimpiára indult a 39 fős magyar csapat legnagyobb része. Szvitacs Alexa, paraasztali teniszező már alig várja, hogy ott legyen Párizsban. Már nagyon várom egyébként, 29-én ugye női párosban Zarlói Zsófival állunk asztalhoz legelőször, viszont utána várnom kell egy hetet az egyéni verseny számomra, hiszen az csak szeptember 6-án lesz majd. Jó dolog azért ilyen korán kiutazni, hogy egy kicsit aklimatizálódni ezzel az olimpiai faluval? Mindenféleképpen, azért jó lesz megismerni ott egy kicsit a környezetet, felfedezni mindent, illetve az se hátrány, ugye, hogy azokon a versenyasztalokon tudunk készülni ugye a mérkőzésekre. Nyilván úgy kell kimenni abszolút, hogy mindent is meg szeretnénk nyerni, hiszen a Szabó Laci is elmondta, hogy 69 aranyérmet vár tőlünk, úgyhogy mindenféleképpen úgy kell hozzáállni a dolgokhoz. Azt mondom, hogy ha reálisan nézem egyébként, akkor egyéniben nyilván több esély van. Mindent megtettünk azért, hogy jól sikerüljön, úgyhogy remélem a sok munka ki is fog jönni. Tényleg az utolsó 3-4 hónapot mondhatom, hogy nagyon meghúztuk az Ivánnal, a Bátorfi Zolival, a Vig Zsolttal, tényleg a kis tímemmel nagyon együtt tudtunk dolgozni, de hogyha azt vesszük, azért én már Tokió után Párizzsal keltem és feküdtem, úgyhogy már egy ideje erre készülök. És ha már a kiváló asztali teniszező megemlítette Szabó Lászlót, aki ugyebár a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, a Radar stábja is kíváncsi volt arra, hogy tényleg hány érmet vár Párizs. 68/68, gondolom erre gondolsz. 39 sportoló utazik a Magyar Paralimpiai Csapat tagjaként a paralimpiára, és 68 versenyszámban fognak elindulni. És valóban 68 aranyéremért megyünk, azért megyünk, hogy mindent megnyerjünk, amit csak lehet. Szerintem nem szabad másképp hozzáállni a versenysporthoz, biztosan a professzionális versenysporthoz, meg egészen biztosan. Ez a terv, ez a cél, hát aztán majd meglátjuk, hogy mennyit tudunk ebből valóla váltani. Valószínűleg nem lesz 68 aranyérmünk, de hogy a fejünkben, a szívünkben, a lelkünkben ez van, ez az elkötelezettség van, ez biztos. Van titkos favoritom, de nem fogom elárulni, hogy kicsoda. Hárman is vannak titkos favoritok. Sportágokat mondok, bár ebből már aztán valahol ki is található, mert valahol csak az az egyetlen sportoló van az adott sportágban. Triatlonban, sportlövészetben és erőemelésben van titkos favoritom. És az egyik érem, leginkább aranyérem esélyes, az a Papp Bianca, aki már az előző paralimpián Tokióban is aranyérmet szerzett úszásban. Bia edzőjével, Szabó Álmossal kiváló felkészülést tudhat maga mögött. Szerintem nagyon jól sikerült, főleg a végét nagyon sikerült elkapnom. Nagyon jó edzések vannak a hátam mögött, nagyon sokat edzőtáboroztunk, szóval nagyon bizakodó vagyok, és az elmúlt edzésekkel meg nagyon jó időket úsztam már. Próbálom a maximumot kihozni magamból. A családom is jön majd ki a végére szurkolni, ugye a három főszámomra. Ez nekem egy új dolog lesz, mert még sose tudtak kijönni. Tokióban fura volt, mert üres volt, de azt is ki tudtam zárni. Remélem, hogy ezt a nagy tömeget is ki fogom tudni zárni, mert ugye teltház lesz, amiben még sose volt részem. Konkoly Zsófi, aki szintén úszó, éremért utazik a francia fővárosba, bár azt mondja, nagyon nehéz időszak van mögötte. Az úszáshoz is már teljesen másképpen állok, mint Rióban. Azért nagyon sok idő eltelt, tényleg 8 év, azért durva belegondolni, hogy ennyi. És hát remélem, hogy ez majd látszani is fog az úszásomon is. Nagyon nehéz elmúlt 3 éven volt, nagyon sok hullámvölgyem volt, úgyhogy most erről így nehéz beszélni így előtte, hogy milyen lesz majd Párizs, de majd utána meglátjuk és majd összegezzük. Különleges lesz mindenképpen, közel is van, tudnak jönni szurkolók is, magyarok is, úgyhogy mindenképpen más lesz, és bízom benne, hogy ez pluszt fog majd adni. A paralimpia tehát augusztus 28-án kezdődik a megnyitó ünnepséggel a Concord téren, majd utána elkezdhetünk szurkolni, hogy minél több magyar éremnek örülhessünk.